Jó estét kívánok! A tavalyi népszámlálás adatai szerint egészen pontosan 14.953 kínai él Budapesten. És ha egy picit ugrunk, akkor Sopronról meg ugye kiderült, hogy munkába álltak az egyik soproni idősek otthonában a Tájföldről származó ápolónők. Jó ez nekünk, vagy rossz nekünk, hogy egyre többen érkeznek Ázsiából vendégmunkásként Magyarországra? Ez a mai kérdésünk itt az Aktuálban. Szavazzanak, egyetértenek ezzel az irányjal, igen vagy nem? De nem ez lesz az első témánk, hanem L. Simon László, Dúró Dóra és a többiek vitája a WordPress kiállítás képei kapcsán, és ezen felül is jönnünk még érdekes témákkal, mutatom ezeket, illetve a vendégeinket. Dúró Dóra megnyilvánulása után a kultúráért felelős tárca kitiltotta 18 éven aluliakat a Nemzeti Múzeumból homoszexuális tartalom miatt. A múzeum főigazgatója viszont azt mondja, senkitől nem kérnek személyi igazolványt, bárki bemehet. Két orosz telefonbetyár felhívta az olasz kormányfőt, aki azt mondta, mindenkinek elege van már az ukrajnai háborúból. Giorgia Meloni a migráns kérdés európai kezelését is kifogásolta. A telefonbeszélgetést nyilvánosságra hozták. 10 év alatt a kétszeresére nőtt a fővárosban élő kínai közösség, a legtöbben kőbányát választják, a kommunista diktatúrából érkezők mellett jelentős az Ukrajnából áttelepültek létszáma is. Szorgalmasak, kötelességtudók és kedvesek, magyarul viszont egy szót sem beszélnek. A Tájföldről érkező ápolónők nélkül fenntarthatatlan volna a jelenlegi szintű ellátás a soproni idősek otthonában. Vendégeink: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, Schermer Ádám, a DK és a liberálisok politikusa, Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok, tehát még egyszer is jó estét kívánok a vendégeinknek is. Ahogy már mondtam, a Nemzeti Múzeum körüli történettel fogjuk indítani a mai Aktuált. Összefoglaltuk azt, hogy eddig mi történt, de aztán majd még hozzáteszem azt, ami a nemrégi fejlemény volt, mert hogy újra reagált Dúró Dóra, megszólalt Nyári Krisztián is, és hát Ungár Péter is véleményt mondott, de először mutatjuk az előzményeket. Bár a Mi Hazánk kezdeményezésére Csák János kulturális és innovációs miniszter megtiltotta, hogy 18 éven aluliak megnézzék a Nemzeti Múzeumban látható WordPress fotókiállítást, a kiskorúak mégis bemehetnek a tárlatra, írja a Népszava. A lap szerint L. Simon László, a múzeum főigazgatója ugyanis azt közölte az AFP érdeklődésére, hogy az intézmény nem tudja jogszerűen végrehajtani a tárcavezető felszólítását, ugyanis nem kérhetnek senkitől személyi igazolványt. L. Simon hangsúlyozta, a múzeum a látogatók együttműködésére és szabálykövetésére támaszkodik. Hozzátette, a weboldalon fel van tüntetve, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak jegyet, és a kiállítás bejáratánál 18 éven aluliakat korlátozó tábla is van. És akkor megmutatjuk azt, hogy ezen kívül, hogy reagált meg L. Simon László egy Facebook posztban Dúró Dóra hát ötletére. Nem csak a szöveg az érdekes, hanem a fotók is, amit egyébként most is láthattak, ő is hasonló állapotokról számolt be, mert hogy kígyózó tömeg volt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, és ugye L. Simon László úgy fogalmazott, hogy él és virul a Nemzet Múzeuma, köszönjük, kedves Dúró Dóra képviselő asszony, és különösen köszönjük a közönségünk figyelmét, szeretetét és megértését. Ingyen reklám volt, magyarán, ő így foglalja össze, de azért ennél ebben a történetben jóval több van. Hát ingyen reklám, mondja ő, és még akár méltányolhatnánk is a humorát, ha ő nem szavazta volna meg ezt a törvényt. És sajnos Dúró Dórának, akinek persze egyetlen szándékával sem értek egyet, abban igaza van, amit a bejegyzése fölé írt, hogy nem lehet egyszerre két Istent szolgálni. Nem lehet most L. Simonnak ilyen nagyon bátran lázadni Dúró Dóra ellen, nem kimondva, hogy neki a törvény ellen kell lázadnia, és közben, lázadás közben, illetve előtt megszavazni a törvényt, és amíg őt el nem érte, egy árva büdös szót nem szólt a törvény ellen, nem tudom, ti emlékeztek-e ilyenre, de én nem. Tehát nem volt fenntartása.
Ő megtehette, mint Fidesz káder és egy nagy nemzeti intézmény főigazgatója, de épp ma olvastam a hírt, hogy a pásztói könyvesboltban, egy Líra könyvesboltban már jönnek méregetni, mert szegények 200 méteren belül vannak egy templomhoz képest, ami azt jelenti, hogy az ilyen könyvesboltban nem hogy fóliázni kell, ilyen könyvet se lehet tartani. Ami egyébként már, hogy a 200 méter az a nemzetire is igaz. Például. Mert hát ugye... ezt tetszett megszavazni, üzenem főigazgató úrnak. Én azt gondolom, hogy külön kell választani a dolognak, a történetnek az eredőjét, hogy miért is történik, és mi is a mozgatórugója, és külön kell tudni választani magát a témakört, amiben nyilván nagyon fontos érvek és ellenérvek vannak. Azt gondolom, hogy az első részére nagyon egyszerű a válasz, hogy hát a Mi Hazánknak az a dolga, hogy a Fidesz kérésére bedobjon témákat, amire a Fidesz tulajdonképpen a saját szavazói felé elkezdheti bizonygatni azt, amit ő éppen szeretne. Hogy most éppen azt egy picit, hogy mennyire elfogadó, vagy éppen azt, hogy mennyire szigorúan követteti a szabályokat és tartotja be, az majd eldől, és azt majd ő eldönti, hogy mit szeretne ebből kihozni, de azt azért tegyük tisztába, hogy a Mi Hazánk kizárólagosan a Fidesz kottájából játszik, a Fidesz adja nekik az instrukciót arra, hogy hogyan kell nekik politizálni, milyen témaköröket kell ütni, rugni. A pedig a témakört külön választjuk, és azt mondjuk, hogy valagáról a kiállításról, a kultúrának, a cenzúrázásáról akarunk beszélni, és az LMBTQ jogokról, és a Magyarországon működő és rendszer szinten létező, állami szinten létező homofóbiáról, akkor pedig az egy nagyon fontos témakör, aminek egy dolgot szögezzünk le az alappilléreként, hogy Magyarországon ebben a kérdésben, amikor azt mondja valaki, hogy ez szigorúan magánéleti témakör, ez senki másnak nincs hozzá köze, a szexualitás az mindenkinek a privát szférája. Hogyha azt mondjuk, hogy ez a privát szféra, akkor privát szféra alapján nincs ma jogegyenlőség Magyarországon, ugyanis a szexualitás alapján dől el, hogy valakinek van jogi lehetősége a párjával jogilag egybekelni, vagy pedig nincs. Tehát nincs jogegyenlőség. Hogyha erről beszélünk, ez egy nagyon fontos témakör, és szívesen Dúró Dórával is vitázok, akár Első Juhán Lászlóval is lehetnek ebben nézeteltérések. Ha pedig arról beszélünk, hogy a kultúrának ez a fajta cenzúrázása milyen szint, akkor ők szokták emlegetni a normalitás és az aberráció kérdéskörét. Azt gondolom, hogy ez messze menőkig kimeríti az aberrációt. És akkor tegyük hozzá, hogy sajtófotó kiállítás, aminek a legnagyobb feladata, az elsődleges feladata, hogy bemutassa a valóságot. Tehát amikor azt mondja bármelyik elmerodjant, hogy oda ne vehessenek be 18 év alattiak, akkor azt mondja, hogy a valóságot ne nézzék meg 18 év alatt. Teszem hozzá ezt úgy, hogy meggyőződésem, hogy ma egy átlagos 15 éves, nem 17, 15 éves fiatal többet tud ebben a kérdésben, erről a kérdésről, mint Dúró-Dóra valaha is tudott, vagy valaha is tudni fog. Illetve még egy nagyon fontos kérdés van ebben, és bocsánat, rövidre zárom csak, hogy vajon mitől félnek, akik ezeket a cenzúrákat követelik? Hogy vajon ők egyébként úgy érzik, hogy egy hajszálon múlott, hogy ők heteroszexuális felnőtteké váltak? Hogy lett volna a gyerekkorukban egy valamilyen ilyen esemény, hogy lát egy kiállításon egy ilyen fotót, és az fél tőle, hogy átbillentette volna az ő szexualitását? Meg akarja menteni ettől a félelemtől a fiatalokat? Nem értem az eredőjét, tehát hogy az indokát nem értem, hogy vajon mi lehet logikailag az ér, hogy szeretnék megvédni, de mitől a fiatalokat? Te is tudod, hogy mi az indok. Valójában nem valamilyen egyéni pszichológiai sérelem az oka. Egyszerűen a Fidesz logika az, hogy mindig kell ellenség, és ugyanakkor mindig kell valamilyen pozitív, az országot, a nemzetet gyámolító gesztus. Ezt legutóbb, sok más mellett, az LMBTQ csoportokban találták meg, mármint a kijelölt ellenfelet. Ugyanakkor, hát hogy hívják ezt a valóban, jól mondtad, aberrált törvényt, gyermekvédelmi törvénynek. Tehát sikerült egy ilyen rózsaszín pozitív mázzal ezt megint bekenni. Vagyis semmi valóságos félelmük nincs, a régi receptet követték, ismét kiváltották az ő politikai patikáit. Nem utolsó sorban, bocsánat, csak egy mondat. Amíg erről beszélünk, mert ez egy ilyen nagyon könnyen érthető érzelmeket kiváltó téma, addig nem beszélünk arról, például csak, hogy egyet mondjak a mai nap híreiből, hogy a bérminimumot 10%-kal emelik, a minimálbért 15%-kal emelik, ami azt jelenti, hogy mind a két bértípusban reálbér csökkenést kell, hogy elszenvedjenek, és amennyiben ezt két éves távolságban nézzük, vagy két év összevetésében nézzük, akkor ez a veszteség még magasabb is ennél.
Én nem gondolom azért, hogy ez a téma gumicsont lenne, vagy ne lenne fontos. Volt nálunk nemrég a reggeli műsorban egy civil szervezet képviselő, és ő mondta el, hogy ennek a törvénynek az egyik következménye az az volt, hogy nagyon fontos felvilágosító munkát végző civil szervezetek nem jutnak be iskolákba, és nem csak azért, mert hogy LMBTQ ügyekről beszélnek, hanem úgy általában ilyen témájú felvilágosítás, drogprevenció, stb. Egyszerűen nem jut el most egy generációhoz, szóval, hogy ennek nagyon messze menő következményei lehetnek. És még egy dimenziót hadd hozzak be, tettem én is egy próbát, hogy hány kattintással tudom megnézni ezeket a képeket, 2 volt. Tehát, hogy ki hiszi el azt a mai világban, hogy nem engedjük be őket, akkor és nem jut. Majd nem látja soha. Szerintem messze sokkal többen. Kellett válik hangulatkeltéssé. De ezt ki hiszi el? Meg ráadásul ugye Csák János, Elsimon László, hát ők azért világlátott emberek. Pontosan tudják, hogy ez már nem az a világ. Erre mondtam az elején, hogy ha azt akarjuk megfejteni, hogy miért történik ez, akkor azt kell érteni, amit Antal is említett nagyon helyesen, hogy ők most erről szerettek volna beszélni, és ezért a Mi Hazánkat megkérték, hogy dobják már be ezt a témát a közéletbe, legyen már egy picit ez a téma. Nem érzem azt, ugyanis... hogy Simon László nagyon, vagy Csák Jánosnak ez a téma annyira komfortos lenne. Nem feltétlen neki komfortos, a Fidesz szeretne ebben kommunikálni, a saját szavazóinak szeretne ebben üzeneteket küldeni. Amit elhangzott nagyon is, hogy beszélünk. Egyébként a Fidesz számára rendkívül kellemetlen dologról. A katasztrofális kormányzás helyett beszélhetünk arról címszó szerint, hogy ők megvédik a gyermekeinket. Ahogy elhangzott nagyon helyesen, hogy tényleg erről van szó, hogy ők most bedobnak egy topikot, hogy szerintem beszéljünk erről, és arra majd tudjuk mondani azt, amit mi szeretünk mondani. De valójában azt nem értik meg ők, ami viszont szintén nagyon fontos, hogy elhangzott, hogy egyébként mekkora valós probléma ez a témakör Magyarországon, hogy mennyire pusztító az a rendszer, ami például megfosztja a felvilágosítástól a fiatal generációkat, a gyermekeket megfosztjuk a szakmai felvilágosítástól. Ahogy elhangzott a drogprevenció kérdése, ott rendőrökre bízzuk egyébként azt a fajta felvilágosítást, amit amúgy szakemberek végeztek néhány évvel ezelőtt még az iskolákban. És hadd tegyem hozzá, hogy a fiatalok hozzá fognak jutni ezekhez az információkhoz, csak a felnőtt kontroll fog hiányozni, és nem egy ilyen túlkontroll kell elképzelni, hanem amikor majd nem mer már oda menni a saját édesanyjához, vagy a saját édesapjához, hogy adott esetben kérdést tegyen föl, vagy egy olyan állítást tegyen, ami otthon kivált egy vitát, nem veszekedést, vitát. Tehát azt gondolom, hogy itt áll, így áll össze a kép, hogy mekkora károkat okozott ez a törvény. Hogy a képosztályon két név hangzott el, hogy Csák János és Elsimon valószínűleg most nem boldog. Annyiban én ki is egészítem a névsort, itt van Csák János. Ha ez nem lett volna összjáték, azért ő nem lett volna köteles föltétlenül Duró Dóra beadványára most úgy reagálni, ahogy nyugodtan mondhatott volna bármilyen észérvet, hiszen mi is itt összehoztunk 50-et, és biztos lenne még 30. És hadd tegyek hozzá valamit, nem szeretném, ha Orbán fóbiám nőne ki, bár az se lenne csoda ebben a világban, de el tudjuk képzelni, hogy Csák János hoz egy intézkedést az ország egyik legnagyobb kulturális intézményére, amiről lehet tudni, hogy föltűnést fog kelteni, egyszerűen azért, mert példátlan. El tudjuk képzelni, hogy ezt saját hatáskörében hozza meg, és legalább egy jelzést a miniszterelnökség felé nem kell tennie, én nem tudom elképzelni. Úgyhogy van ebben a névsorban harmadik név is. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a vélemények szerint ez egy politikailag irányított történet, de itt van a vége, mert ugye Duró Dóra most tovább döntötte a dominót, az a része nem is érdekes, hogy miért nem húzza be a fülét Farkás Simon László, meg a verseny alapján úgyis az aberrációhoz vonzódik, ez a körítés. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ha már ezt nem tudja a kétharmad megoldani, akkor ő majd segít és benyújt egy törvénymódosítást, hogy elkérhessék a személyt a múzeumban. Bocsánat, de hogy egy törvénymódosítás, azt mire eljut a plenáris igaz, megjárja a bizottságot, és ugye csak akkor lesz tárgysorozatba véve, amennyiben a fideszes többség ezt jóvá hagyja. Így van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a játék része, és majd el lehet játszani azt, és itt persze két irányban megy a dolog, hogy benyújtja Duró Dóra ezt a törvénymódosítást, és aztán utána a fideszes többség pedig azt mondja, hogy na de hát ezt azért még se engedtük meg, azért ez már nekünk is sok. Tehát, hogy az van, amit az Ádám mondott, hogy ez egy színjáték. Uh-huh.
Ugye az is érdekes, amit Nyári Krisztián írt egy Facebook posztjában, hogy azért az a kettősség furcsa, hogy a Nemzeti Múzeum, ha nincs ez a leleplezés, akkor nem kell, hogy betartsa a törvényeket, miközben ugye a könyv például írát azért 12 millió forintra bírták. Igen, tehát nem babra megy. Igen. Na most még egy picit beszéljünk azokról a képekről, amiket itt mutatunk a nézőinknek már egy ideje, mert ugye az Egységes Diákfront demonstrált a hétvégén. Itt a kérdésem, a valódi gyerekvédelem a minőségi oktatással kezdődik. Vajon ez a felhívás, ez eljut szélesebb rétegekhez? Ez az ellentmondás, hogy erről kéne beszélnünk igazából többek között. Ugye, amiről nagyon sokszor beszéltünk már, hogy a Fidesz a saját szavazóinak kommunikál. Általában nem nagyon érdekli, hogy a társadalom többségében mit vált ki az a kommunikációs panel, amit ő használ. Ő azt szeretné elérni, hogy az összes Fidesz szavazót egy csoportban tartsa, és minél kevesebben morzsolódjanak le. Ne felejtsük el, hogy a Fidesznek a tábora több százezer fővel csökkent egyébként az elmúlt, hát mondjuk úgy két év során, tehát alapvetően a Fidesz egy lefelé ívelő ágon próbál kommunikálni úgy, hogy a saját szavazótáborát legalább megtartsa. Az a kérdés, hogy amit itt beszélünk, hogy egyébként kikhez jut el, hát a Fidesz táborához hogy jutna el? Tehát, hogy gondoljuk, hogy ezt a kis táblát bármikor a közmédia megmutatja a híradóban, és bemutatja, hogy egyébként a híradó nézői, a közmédia nézői értesülhessenek erről az egyetlen kétbites állításról, nem fogja látni, soha nem fognak találkozni vele. A társadalom többi részének, a Fidesz táboron kívüli részének dolga, hogy ezt a rendszert megváltoztassa. Nem a Fidesz szavazóktól kell azt várnunk, hogy egyszer csak fölébrednek és azt mondják, hogy nekem eddig hazudtak. Nem fogják így érezni, mert hazudnak éjjel-nappal 0-24-ben minden létező csatornán keresztül. Nem tudja elkerülni, ha sportot néz, hazudnak neki. Ha híradót néz, hazudnak neki. Ha olimpiát néz, hazudnak neki. Nem tudja kikerülni. Tehát, hogy ők nem fogják úgy gondolni, hogy egyébként a jövő oktatás és a gyermekvédelem az egyébként a valóban az oktatási rendszerem múlik. Ők úgy gondolják, hogy jaj, de jó, küldjünk oda rendőröket. Ne engedjék be a rendőrök a 18 év alatti fiatalokon, mert majd, hogyha beengedik, akkor lehet, hogy homoszexuálisak lesznek. Tehát, hogy ez az ő interpretációjuk, ők nem fogják máshogy gondolni. De azért van itt valami probléma, ami nem csak a Fidesz szavazóké, mert lehet, hogy ezt a táblát nem mutat, biztos nem mutatja a kincstári tévéhíradó, és így nem látja a Fidesz szavazó. De amit ennél szélesebb problémának látok, hogy a Fidesz szavazó és a nem fideszes szavazó is, azt viszont látja, hogy testnevelő tanár tanítja a gyerekének a fizikát. És valljuk be, az a nagyon széles nemzeti összefogás nem alakult ki a pedagógusok és diákok követ között, mert ennyiben nekünk ellenzéknek is valóban van még bőven dolgunk. Azért a magyar szülők egy jelentős része az iskola gyermekmegőrző funkcióját tartja fontosnak, hogy tényleg az is fontos, hogy odaengedem reggel a gyereket, és akkor délutánig nem történik. De ahhoz nem kell szaktanár. Igen, pontosan. Igen. És én attól tartok, hogy ezt nem sikerült nekünk, minnyájunknak a Fidesz-féle ellenszélben tudatosítani, ami a egyébként táblán van. Egyébként erre ugye az is talán bizonyíték, ami most az Egységes Diákfront és az a Hang népszavazásának az eredménye, hogy hát több százezer diák szülőhöz képest, hát összességében már több millióhoz képest, 114 ezer valamennyien töltötték ki ezeket az éveket online ráadásul, tehát hogy nem is az volt, hogy feltétlenül oda kell menni. A helyzet az, hogy elkezdődött a tanév, és nem lehet megkerülni a valóságot. Az én gyermekemnek az iskolájából 18 pedagógus mondott föl. Egy 18? Darab, 18 darab pedagógus mondott föl, és én azt gondolom, hogy ez a szám önmagában beszédes. És én elhiszem, hogy ez Budapest, de az mindenkinek látnia kell, hogy ezek a számok nem egy-egy iskola vonatkozásában jönnek csak elő. És abban az esetben, hogyha a szaktanárok, a sok éves pedagógusok, akik sokszor még a szülőt is tanították adott esetben, ilyen ütemben mennek el, akkor érzékelhetővé, átélhetővé fog válni az a rombolás, amit a Fidesz az oktatási rendszerrel kezdett, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy merre kellett volna az eredetihez képest előrelépni. Itt hosszan beszélhetnénk, több műsort meg tudnánk vele tölteni, hogy mentálhigiénés és képzés és támogatás a gyerekeknek. És abban a pillanatban, tehát hogy
hogy ehhez képest van akár, nem csak ahhoz, ami volt, hanem aminek lennie kellene most. Mi lett azzal a 18-al már, hogy úgy értem, hogy kik jöttek-e helyettük, hát, és hogy oldották meg? Részben sikerült pótolni őket kisebb részben. A további következmények azok voltak, hogy az eredetileg csoportbontásban tanított matematika, nyelvóra, és még tudnék két-három ilyen tantárgyat mondani, ezek most nem csoportbontásban vannak tanítva, hanem gyakorlatilag 35 gyermek egyetlen egy tanteremben, gyakorlatilag mint 1917-ben. Én pedig még 15 fős csoportban is alig értettem a matekot, pedig egy ilyen csoportban jártam, úgyhogy együtt érzem. Nyelvet meg biztos hát lehet meg úgy tanulni. Ami nagyon fontos, hogy ha már oktatási rendszerről beszélünk, hogy azt is tegyük tisztába, ha már akkor erről a témakörről is ide vonva beszélünk, hogy itt, amit említettél, pusztítás, az nem a véletlen műve. Itt nem arról van szó, hogy ez a kormány egyébként rossz döntéseket hozott véletlenül, és önhibáján kívül jó szándék vezérelte volna. Itt arról van szó, hogy egy nagyon tudatos pusztítást végeznek a magyar társadalomban, mert abban bíznak, hogy a jövő Fidesz szavazóit úgy lehet a legjobban kinevelni, a leghatékonyabban, ha nem világosítjuk föl, nem engedünk a közelébe szakembereket, ha lehetőleg testnevelés tanárok fognak oktatni történelemtől angol nyelvig és matekon keresztül bármit, ha szükséges, ha voltak katonák előtte, az nagyon jó, mert akkor tudnak szigorúan egyébként parancsokat is teljesíteni. Egyébként 16 évesen rúgjuk ki őket az iskolapadból, mert onnantól már nem érdekel, hogy tovább tanul-e. Menjen szépen a gyártósorra, menjen be az akkúgyárba, álljon be a gyártósor mellé, és lehetőleg ne képezzük, mert azzal gyengítjük a lehetőségét annak, hogy jövőben ilyen populista Fidesz szavazó válhasson belőle. Innen egyenes út vezet majd a második részben, amikor fogunk beszélgetni majd a vendégmunkásokról, meg arról, hogy ki miért megy el, és miért nem jönnek annyian vissza, mint amennyien elmentek, de a reklám után jönnek majd ezek a témák, tartsanak velünk. Folytatjuk is a mai aktuált, most már külpolitikai témával, mert hogy ugye nagyon sokan aggódtak azokért, akik Gázában rekedtek, köztük különösen a magyarokért, és 15 emberről van tudomása a külügyminisztériumnak, és a mai nap során nagyon sokaknak, nem csak magyaroknak, hanem más külföldieknek is sikerült Egyiptomban határátkelőn átjutni, és a másik irányból pedig segélyszállítmányok jutottak be a gázai övezetbe. Mutatjuk még, hogy milyen fejlemények történtek ma a háborúban. Érkeznek a segélyeket szállító kamionok Egyiptomból a gázai övezetbe, a Rafahi határátkelőn keresztül. A külföldi állampolgársággal rendelkező gázaiak közben igyekeznek elhagyni a területet. Két hét alatt 7500 külföldi távozhat. Az izraeli légierő továbbra is bombázza Gázában a Hamász létesítményeit, amelyek mélyenbe vannak ágyazva a lakóházak közé. Emellett az izraeli szárazföldi erők is a területen harcolnak. Hivatalos közlések szerint csütörtökre virradóra az övezet északi részén a terrorista infrastruktúra létesítményeit semmisítették meg. Emellett több palesztin fegyverest is likvidáltak, akik páncéltörő rakétákkal, robbanószerrel és kézigránátokkal intéztek az izraeliek ellen támadást. A harcok elől több százezren az övezet déli részébe menekültek. Han Yunis utcáit elborította a szemét és a szennyvíz. Sok gyerek, nő és idős ember beteg. A tengervízből iszunk, mert nincs más. Nincs tiszta ágy, sem élelem. Éjszaka hideg van, mi pedig a földön alszunk, mondta ez a menekült. A terroristák brutális kegyetlenséggel mészároltak le 1400 embert Dél-Izraelben. Emellett civileket is magukkal hurcoltak. A legfrissebb közlések szerint 242 túsz van a gázai terroristák fogságában. És akkor amit még pontosan tudunk Szijjártó Pétertől, hogy a 15-ből 8 magyarnak sikerült elhagyni a gázai övezetet, ez gyakorlatilag két magyar állampolgárságú családot jelent, a harmadik család nem vállalta azt az utat, amiről ugye beszélnek szakértők, hogy nem egyszerű azért az északi részről eljutni a Rafahi egyiptomi határátkelőhöz, és ők nem tudták vállalni ezt az utat. Ez az, amit a túszokról tudunk a mai nap során, és ugye a másik az már világpolitikai szintű bejelentés volt, hogy a Oroszország ENSZ képviselője az ENSZ közgyűlésének rendkívüli ülésén úgy fogalmazott, hogy Izraelnek nincs joga megvédenie magát, mert hogy megszálló hatalom. Egy orosz képviselő mondta ezt, így tegyük azért még egyszer nyomatékosítva hozzá. Hát ugye az van, hogy én örülök egyébként, hogy ez elhangzott, még ha nem is értek vele egyet, mert hogy Oroszország megszálló hatalom
nézzenek magukba, és azt gondolom, hogy ha magukba néznének, akkor egy lépéssel közelebb kerülhetnénk akár a békéhez. Egészen döbbenetes a kijelentés. Nem fognak magukba nézni, te is tudod, csak a kívánságot mondod, de még különösebbé és gyanúsabbá teszi az orosz szerepet ez a kijelentés az egész konfliktusban. Tudjuk, hogy Putyin fogadott Hamasz vezetőket nem is olyan sokkal a rettenetes terrortámadás után. Tudjuk, hogy hát meleg kapcsolatot ápol Iránnal, amelynek viszont közvetlen szerepe van az egész rémálomban, ami ott történik. Persze az ember nem állít olyat, hogy Oroszország tevőlegesen közreműködött a konfliktusban, gondolni sok mindent lehet, de hogy az ő malmára hajtja a vizet a nemzetközi közvélemény figyelmének, hát szükségszerű megosztottsága, és ennyiben az ukrán agresszióra, már pontosabban az Ukrajnát ért agresszióra háruló figyelem is csökkent. Tehát gyanús ez az egész szerep, amit Oroszország betölt, azzal együtt, amit te mondasz, hogy még csak nem is koherens a szöveg, amit mond. Illetve azért egy nagyon fontos elemet itt emeljünk ki ebből a helyzetből. Az izraeli állam most már lassacskán egy hónapot adott, hogy elhagyják a területet, a lakott területet, az ott lakó emberek. Izrael tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy egyetlen civil áldozattal se járjon az a megtorlás, amit kiváltott egyébként a palesztin Hamas szervezetnek a terrorcselekménye. Mondjuk az a korrekség kedvéért tegyük hozzá, hogy azért lövik folyamatosan az övezetet. Jó, de október 7-én történt a Hamasnak a terrorcselekménye, jól emlékszem, amikor ugye elképesztő mészárlás rendeztek izraeli földön. Azt, ha jól emlékszem, másnap felszólították a helyi lakosságot, hogy hagyják el a területet. Az a Hamasnak köszönhető, az a Hamas bűne, hogy ott tartja, odaláncolja a civileket a saját lőállásai közé, és ott tartja a gyerekeket, hogy utána lehessen videót forgatni arról, hogy gyermekáldozatai is vannak az izraeli megtorlásnak. Tehát véletlenül se billenjünk át abba az irányba, hogy amikor a civil lakosságot a Hamas egy terrorszervezet palesztin földön egyébként élő pajsként használja, az nem az izraeli megtorlásnak a bűne, hogy ott civil áldozatok is sajnos vannak. Ezt senki nem akarta, ezt az izraeliek sem akarták, mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt minimalizálni lehessen. Most a kazakokat, mint fontos politikai partnereinket tegyük félre. Rajtuk kívül ugye Oroszország, Törökország az a legfontosabb partnerünk. Az, hogy mindkét fél részéről, tehát az oroszok és Erdogan részéről is egyre erősebb mondatok hangzanak el Izrael ellen. Miközben mi ebben a konfliktusban nagyon nyíltan és nagyon gyorsan Izrael pártjára álltunk, ezt az ellentmondást vajon fel kell-e oldanunk? Azt tudom, hogy belföld felé valószínűleg nem kell feloldani, de mondjuk Izrael felé fel kellene? Vagy elvárása? Felmerül-e ez egyáltalán? Hát Orbán szerintem nem fog kísérletet tenni a feloldására, belpolitikailag semmiképpen, mert nem akarja fölhívni a figyelmet erre az ellentmondásra, hogy itt barátjai egymás ellen foglalnak állást. De az elképzelhető, hogy Netanyahu-nak mond egy-két mondatot, hivatkozik az orosz gázra, meg a török nem tudom mire, és még 50 hűségnyilatkozatot tesz, egyébként helyesen a megtámadott Izrael iránt. Ezt véletlenül helyesen mondja. De figyeljük meg a mondatait. Reagált valamit a kormány sajtó az orosz ENSZ nagykövetnek erre az egész példátlan kijelentésére? Reagált-e arra, hogy Oroszországban antiszemita támadás érte egy lincs hangulatban az egyik repülőteret, ahol épp izraeli gép szállt volna le? Erre mind nem reagált. Tehát az a helyzet, hogy hülyének néz minket megint, de itthon nem fogja nekünk elmagyarázni, hogy lehetne ezt az ellentmondást feloldani, tudnilik sehogy. Én azt gondolom, hogy akkor is beszélnünk kell arról, ami az övezetet hosszú évtizedek óta sújtja, hogy gyakorlatilag volt egy ilyen áldott pillanat, amikor
azt hiszem 93-ban talán, ugye az oszlói megállapodásban elindult egy irányba, egy olyan irányba a béke folyamat, ahol tényleg többen elhitték, hogy megszülethet a béke, és nekem az a legnagyobb fájdalmam ezzel kapcsolatban, hogy ma erre valahogy senki sem emlékszik. Tehát hiába kapott Jaszer Arafat vagy Yitzhak Rabin béke Nobel-díjat, hogy tető alá hozták az oszlói megállapodást, gyakorlatilag már senki nem figyel rá. És azt érdemes észrevennünk, hogy ez a folyamat, és nem kell ehhez tovább eszkalálódni a helyzetnek, gyakorlatilag a gyűlöletet és a félelmet fogja, ez egy egymást erősítő automatizmus, és én azt gondolom, hogy pont itt volna az ideje, és tudom, hogy még nem tartunk itt, de hogy pont itt lenne az ideje, hogy a szereplők felelősséget érezzenek a teljes világ iránt és az áldozatok iránt, mert azért legyünk őszinték, hogy az áldozat legyen palesztin, legyen izraeli, ezek ők áldozatok, civil áldozatok, és én azt gondolom, hogy egyetlen megoldás van a béke irányába, amit mind a két fél el tud fogadni, és jelen pillanatban ebbe az irányba nem mennek még folyamatok egyáltalán. Most akkor megint egy picit, nem is picit, hanem most már szinte véglegesen hazajövünk, legalábbis olyan szempontból, hogy a következő hírünk az soproni. Ugye korábban már beszámoltunk róla, hogy az a terv, hogy az egyik soproni idősek otthonába Tájföldről származó kollégák érkezzenek, na és ők munkába is álltak. Mutatjuk, hogy mik az első tapasztalatok. A Soproni Szociális Intézmény szeptember közepén jelentette be, hogy Sopron gazdasága, valamint a közszolgáltatás általános munkaerőhiánnyal küzd. A Soproni Szociális Intézmény az ellátottak érdekében a 270 fő dolgozója mellé szükség szerint 20 fő tájmunkaerőt kölcsönöz, akik a képzett magyar személyzet mellett az ő munkájukat segítve a felügyeletük alatt fognak dolgozni. A Telex cikke szerint Sopronban már munkába is álltak az új nővérek. Egy olvasói beszámoló szerint az új dolgozók aranyosak, kedvesek, segítőkészek, de nem önállóak. Mindegyikük egy tapasztalt, szakképzett magyar nővér mellé van beosztva, egyelőre segéderőnek. A soproni idősek otthonában átcsoportosították a munkaerőt annak érdekében, hogy minden osztályon legyen a gondozottakat jól ismerő régi nővér, aki irányítani tudja az újakat. A magyar dolgozók szerint a tájdolgozók rendkívül alázatosak, viszont sok nehézséget okoz a magyar nyelvtudás hiánya, így egyelőre fordító programokkal próbálnak kommunikálni, az intézeten belül pedig piktogramok segítik őket a tájékozódásban. A KSH adatai szerint tavaly 14%-kal 81 ezerre nőtt a külföldi munkavállalók száma Magyarországon. Na most, ha onnan nézem, hogy mondjuk egy idős ápoltnak nem kell fél napig ugyanabban a pelenkában feküdnie, vagy több idő lesz valakit megetetni kanalanként, vagy a szájába tölteni a vizet, mert több a kéz, akkor gyakorlatilag szerintem mindenki azt mondja, hogy mindegy, hogy honnan csak legyenek ott. De azért itt azért nyilván a nyelvtudás az egy nehéz. Hát nem, elsősorban azért, mert idősek otthonáról van szó. Ja, lehet, hogy szabadba vágtam, elnézést. Magyarán olyan intézményről, ahol a gondozottaknak legalább akkora szükségük van az emberi szóra, a megértésre, az érzelmi támogatásra, mint a napi lemosdatásra, vagy adott esetben a tiszta ágyneműre. És talán nem véletlen, hogy ez a helyzet Sopronban állt elő. Hát Nyugat-Magyarországról mindenki, aki szociális gondozáshoz ért egy kicsit, meg akkor is, ha nem ért, már rég elment Ausztriába dolgozni a hasonló intézményekhez. És én ugyan nagyon nem szeretem, ha bármely oldalról vendégmunkás ellenes hangulatot szítunk, mert előbb-utóbb minden európai országban van szükség vendégmunkásokra. Nagyon remélem, hogy az ellenzék nem is esik ebbe a csapdába, hogy ő is a vendégmunkások utáltatja, mert nem ők tehetnek róla. De azt azért hozzá kell tenni, hogy nálunk ilyen mértékben és ilyen hamar szükség lett vendégmunkásokra, az többek között két dolog miatt van, és mindegyik a kormánytól függ. Az egyik az, hogy mi tőlünk elment 650 ezer ember, mint a mai adatot hallom, külföldre dolgozni, 650 ezer munkavállaló tehát hiányzik, nem véletlenül, az itthoni viszonyok miatt hiányzik. A másik meg az, hogy olyan gazdaság
gazdasági modellt képzelnek el, te utaltál rá még a szünet előtti részben, amelyben képzetlen munkaerők tömegeire van szükség. Tehát nem a minőségi munkaigény irányába fejlesztették a gazdaságot, hanem pusztán a képzetlen munkaerő nagyobb mennyisége iránt is. Most itt van. És érdemes megnézni, hogy pont az a szociális szektor jelenik meg ebben az aktuális hírben, akiknek a béremeléséért tényleg kifejezetten, kiemelten küzdöttünk mi is. Ungár Péter volt ugye ennek a szószólója, akik nem kaptak 500.000 forint egyszeri támogatást sem, vagy kiegészítést sem a fizetésükhöz, a Covid alatt elvégzett egyébként rendkívül lelkiismeretes munkájuknak az ellentételezéseként, és tessék, most itt vagyunk. De amit szerintem nagyon fontos észrevenni, hogy amikor én ezt a cikket olvastam valamelyik napilapban, online verziójában, akkor a közvetítő cég azt emelte ki kifejezetten, hogy rendkívül nagy munkabírásúak és alázatosak. És érdemes megnézni a magyar gazdaságpolitika irányait, legyen szó akkumulátorgyárról, vagy most adott esetben az idősek otthonáról, gyakorlatilag leírták azt az ember típust, akikre a magyar gazdaságnak a Fidesz szerint szüksége van. És egy dolog mindenféleképpen hiányzik ezekből az emberekből, a dolgozói öntudat. Visszalökik a magyar társadalmat, illetve szeretnék visszalökni a magyar társadalmat gyakorlatilag a 18. századba, és azt gondolom, hogy nem véletlen vagyunk büszkék arra a nemzeti és dolgozói öntudatunkra, ami egyébként kiemelt minket a hát mondjuk úgy, hogy a 18-10, igen, a jobbágysorból, köszönöm. Na akkor erre tegyük rá a másik oldalát a történetnek, hogy mennyien mentek el, az ugye már elhangzott, de hogy mi kellene ahhoz, hogy hazajöjjenek. Hát ezért pár éve már keresi erre a sokmilliós feladványra a választ a kormány, és most újra, mert hogy megint irodákat nyitott annak érdekében, hogy a hazatelepülni vágyókat segítse. Hát lehet, hogy nem az iroda a legfőbb kérdés, de majd ezt mindjárt megbeszéljük, de mutatjuk, hogy mi a legfrissebb ötlet. Nem akartam hónapról hónapra küzdködni. Csenge 16 évesen döntött el, hogy elhagyja Magyarországot. 8 éve él Dániában, mérnökként dolgozik. Nem akar hazajönni Magyarországra, leginkább az életszínvonal miatt. Kevesebb, mint másfélszeres árak vannak. Nagyon sok minden van, ami otthon már drágább, mint itt kint Dániában, az ilyen alapvető élelmiszerek, alapvető dolgok. Viszont a fizetések egy kicsit közeledtek, tehát most már csak háromszoros fizetésünk van ahhoz képest, amit otthon megkeresnek. Dániában 5000 magyar van, a legtöbb munkavállaló Németországban él. Itt 190.000-en dolgoznak, ez három Sopron lakosságának felel meg. Nagy-Britanniában 170.000 magyar dolgozik. A kormánynak a Szigetországból 2016-ban a Gyere haza fiatal kampánnyal 105 fiatalt sikerült hazacsábítania. A kormány most ismét kísérletet tesz erre. Az ország 27 pontján úgynevezett hazaváró irodákat nyit, hogy a kormányablakokban a külföldi magyarok hazaköltözésükkel kapcsolatos ügyeiket intézhessék. A munkaerőpiacon azt látjuk, hogy visszaesett a kereslet, a másik oldalon egyre többen keresnek álláslehetőséget, viszont egyre nehezebben találnak, ugyanis nincsenek megfelelő bérek, olyan versenyképes bérek, amelyekkel megtalálják a számításaikat. Tavaly 26.500 magyar ment ki külföldre, és 21.900 jött haza Magyarországra. A Trendwalder felmérése szerint azonban még tavaly a munkavállalók 34, idén már az 54%-uk mondta, hogy fontolgatja a külföldre költözést. Csak két kiegészítés, az egyik, hogy ugye azokról nem tudunk, akik kimennének, de nem tudják még az alapfinanciális feltételeket sem megteremteni, mert azért az sem olyan egyszerű, hogy akkor az ember kimegy. A másik pedig, hogy még egy pár évvel korábbi tanulmányt olvastam, amiben a visszaköltözők okait nézték meg, és ebből az derült ki, hogy ha valaki hosszabb idő után visszaköltözik, annak a családi tényező a motiváló ereje, aki pedig rövidebb táv után, ott pedig valamilyen cél teljesült. Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, kiküldetés sem volt, vagy egyetemen végzett, Erasmus, stb. De ez egyik sem az, ami úgy általánosságban a közérzetre, a közhangulatra, a megélhetési feltételekre vonatkozó pozitív irányú változás lenne.
Én ezt ketté választanám. Egyrészt erről a programról azt kell tudni, hogy 1,15 milliárd forintot, tehát 1 milliárd 150 millió forintot szán rá a kormány. Ebből a bő 1 milliárd forintból 450 millió forint reklám. Csak hogy mindenki értse, hogy mi mozgatja a döntéshozót a Fideszben. Maga a rendszer működtetése az 100 millió forint. Az összes többi az ilyen szétszólt pénz. De én egyébként megmondom... Hát tudni kell róla, hogy vannak ezek az irodák. Az hogy a viharban? De hát ha már ilyen jókedvűen beszélgetünk, akkor én elmondom, hogy mi kell ahhoz, hogy hazajöjjenek, visszajöjjenek azok a honfitársaink, akik kimentek. Versenyképes jövedelem. Például az alapvető élelmiszereknek az áfa csökkentése, mert körülbelül az átlagos... Úrólódi már közelít. Igen, de ugye az... Valahol legyünk, el kell kezdeni. Legyünk magunk között őszinték, hogy nem a Túrórudi 18%-os áfaja lesz, ami visszahozza. Az van nekünk túl. Annyian kérnek Túrórudit, ha valaki külföldre, hogy mit hozzá Túrórudi. A helyzet az, hogy versenyképes oktatásra lenne szükség. Mert hogy anélkül miért jönne vissza? Hiszen amikor azt mondja, hogy gyermeket vállok, családot alapítok, akkor én értelemszerűen szülőként a gyerekemnek a legjobbat akarom, és egy nem versenyképes oktatási rendszerben nem hozom vissza a gyermeket. Tehát meg lenne az egy körülbelül 20 elemű felsorolásban, hogy mi kell ahhoz, hogy hazajöjjenek a kint dolgozók, és értelemszerűen, amíg ezek nincsenek, meg addig lehet itt költeni a komoly milliókat a irodahálózat, vagy az ilyen ellátórendszernek a reklámozására, ez nem szól másról, mint megint a haveroknak a kisafirungozásáról. Ugye ne felejtjük el, hogy ez a kormány teremtett egy olyan élhetetlen rendszert, amiben az emberek nem akarnak gyerekeket szülni, amiben az emberek az következő generációiknak a családokban azt tudják javasolni, hogy menekülj, amire látsz, hagyd el az országot, menj Nyugat-Európába, keress egy olyan országot, ahol ugyanilyen árakon élhetsz, csak hozzá kapsz egy normális élhető bért. Ezt egy ilyen rendszer teremtett 13 év korlátlan hatalommal a jelenlegi Fidesz kormány. Tehát, hogy ezt az országot csinálták, ezt ők építették, ezt ők teremtették. Csak amikor annó még rálegyintettek azokra a kivándorlókra, hogy ők a lábukkal szavaznak, hát ha ők nekik nem tetszik a rendszer, akkor menjenek, azok most hiányoznak a gazdaságból, ők most hiányoznak adófizetőként, munkavállalóként, és itt jövünk rá erre a problémára, hogy olyan árakon kell élni Magyarországon, amihez már viszont nincsenek megfelelő bérek. Nem tudják megadni azt a bért, amit, ahogy elhangzott, Sopronból néhány kilométerrel odébb Ausztria földjén nagyon könnyedén meg lehet keresni. Csak annyit, hogy az ATV jobboltából taxi hozott ide. Kérdezte a taxisofőr, hogy mik a mai témák. Mondtam ezt a bizonyos hazahívó irodákat. Hakos kacsajba tört ki, mondva, hogy csak nem képzelik, hogy az én Angliában élő lányom most ettől az irodától jön haza, pont most, mikor csökkennek a reálbérek. Ennyi az úgymond néphangja. Vajon ez a helyzet, amit most innen is, meg onnan is megnéztünk, visszahull le olyan szempontból a kormánypolitikája mondjuk egy önkormányzati választáson, amikor ezek a konfliktusok, amit mondjuk tényleg a messziről jött vendégmunkások, hogy ő miért ő dolgozik, miért ennyire dolgozik, oké, hogy alázatos, kedves, meg minden, de hát azért szociális vagy együttélési konfliktusokat már most láttunk, miközben ne vegyék el a mi munkánkat, aztán most meg elveszik, szóval számtalan vonatkozása van ennek az ügynek, és erre még azt se lehet mondani, hogy ez nem jut el, mert ez ott van, tehát hogy ehhez nem kell állami tévé, ami nem feltétlenül mutatja meg, szóval hogy ez visszahullhat-e az adott polgármesterekre, az adott településen, a fideszes politikusokra? Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választás másról szól, az a közvetlen lakókörnyezet üzemeltetéséről szól, uram, bocsánat a kifejezésért, és a helyzet az, hogy... De ez ott van, ezek a problémák már ott vannak a települések egy részén, ahol mondjuk gyárak épülnek. Az ellenzék felelőssége, mindannyiunk, az enyém, Ádámé, hogy mi ezt bemutassuk, hogy jelen pillanatban ott tart Magyarország, hogy Dél-Kelet-Ázsiával vagyunk versenyképesek fizetések terén. Én nem vagyok optimista ebben, hogy ez általában optimista vagyok, de hogy éppen ez vált ki hatást az önkormányzati választáson, az valóban másról szól. Talán ott igen, ahol a polgármester személyesen exponálta magát mondjuk egy akugyár betelepítése mellett, amivel jár a vendégmunkás sok megjelenése is. Máshol nem hiszem.
vagy ha hatna, akkor lehet, vagy attól félek, hogy ellensúlyozza azt, hogy pontosan tudják, hogy jelen pillanatban a kormánytól függ, hogy melyik településnek mekkora segítséget ad. Ez ugyanaz a jobbágy sors, amit igen, a vendégmunkások igen kapcsán mondtál. Így van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos rendszer, ami elindult, amiről beszéltünk már az oktatási politika kapcsán, hogy igazából ilyen munkásokra van szükség. A kormány azt gondolja, hogy ezt tudja nyújtani például az Európai Unió közösségének, amikor tárgyalni kell, amikor kérni kell, hogy ő viszont tudja vállalni, hogy itt olcsó munkaerőt képez Magyarországon, az a magyar állampolgároknak a kárára történik, de ez a jelenlegi kormány számára nem probléma. Ez egy felelőtlen politikának az eredménye, hogy jelenleg a magyar munkavállalók, hogyha visszaemlékszünk ugye az emlékezetes rabszolgatörvényre, hát az erről szólt, az ezt készítette elő, eladta a magyar munkavállalókat tulajdonképpen a világpiacon, a munkaerőpiacon, és azt mondta, hogy mi versenyre kerülünk a távol-keleti alacsony bérekkel, mi is tudunk még alacsonyabb béreket itt Európa közepén adni. Az, hogy Európai Uniós állampolgároknak ezt majd lelkük rajta, hogyha hagyják, akkor mi megépítjük ezt a rendszert. Egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy a magyar munkaadók nem rajonganak ezért a helyzetért, mert hogy lehet, hogy a munkabérek bizonyos tekintetben alacsonyabbak, de úgy az összköltségük azok nagyobb, azok hát nőnek az, azzal, hogy távolról hoznak. És kiszámíthatatlan a jogi környezetük is, mint egyre igen, inkább panaszolják hát már a külföldi, mondjuk igen, német munkaadók igen is. Mutatjuk még az önök véleményét is, mert hogy ide kapcsolódott az aktuál mai kérdése, hogy ugye, ahogy már beszéltünk róla, folyamatosan nő az Ázsiából érkező vendégmunkások száma az országban, és ha mi nézünk 70%-ra arra a kérdésre, hogy tartanak-e tőlük, azt mondta, hogy igen, és 30% mondta azt, hogy nem. Ugye az érdekes lenne megkérdezni, hogy milyen szempontból tartanak tőlük, igen, hogy a munkahelyet félték, vagy de szerintem erről még nagyon-nagyon sokat fogunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen. És önöknek még adós vagyok a mai programajánlóval, ami valójában már részben holnap reggeli, mert hogy holnap reggel is várjuk majd önöket a Startban. Nem sokára találkozhatunk 6.30-tól, amikor Somos András lesz majd a társam, és az első vendégünk a Szigorlatban majd az a korábbi szegedi önkormányzati képviselő lesz, aki nem kicsire vállalkozott, Karácsony Gergelyt szeretnék kihívni főpolgármesteri pozíciójáért, Szabó Bálintról lesz ő, ő lesz majd a vendégünk. Aztán ezt a témát is folytatjuk majd, a vendégmunkások témáját, minimálbér emelkedés kérdését is, mert hogy Varga Ferenc a DK munkaügyi árnyékminiszterei minisztere is érkezik majd, és a háborús rovatunkban pedig Kaiser Ferenc lesz majd az elemzők, úgyhogy tartsanak velünk akkor is. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést, és önöknek a figyelmet, maradjanak itt az ATV-n. Szép estét!